A regisztrációs díj meleg tea, forró kakaó, kalács és pogácsa megvásárlásával is lehetett adományozni. A futók 2100 métert futottak le a látványosan kivilágított traktorok és Mikulás busz kíséretében. Fuss és segíts elnevezéssel a Futamási futócsoport és a Kopka Zrt. Szervezésében egy jótékonysági rendezvényen vagyunk ma itt, ahol egy jótékonysági futás veszi hamarosan kezdetét, egy mögöttem látható traktoros kísérettel, Mikulás busszal, és a futás után pedig koncertek lesznek, és az egész rendezvény ideje alatt pedig adományokat gyűjtünk. Többek között a Rászoruló Gyermekekért Alapítványnak, a Tamási Szociális Központ munkatársai segítségével a rászorulóknak, és természetesen a Tamási Kutya Otthonnak is. Hogy mi gyűjtünk? Nos, a rászoruló gyerekeknek gyűjtünk száraz élelmiszert, karácsonyi édességcsomagot, a Szociális Központ munkatársai segítségével a térség rászorulóinak tanszereket, ugyanígy száraz élelmiszert, a kutyusoknak pedig gyűjtünk kutyatápot, fertőtlenítőszereket, is tésztát, plédeket kértek többek között, úgyhogy ezekkel próbáljuk segíteni ezeket a szervezeteket. 3, 2, 1! Nagyon reméljük, hogy egy jó hangulattal, forralt borral, forró kakaóval, gyakorlatilag egy kellemes mozgással fog zárulni ez az esemény. Hála Istennek nem esik az eső. Ugyan nagy meleg nincsen, de azt gondolom, hogy elviselhető ez a hideg, úgyhogy örülünk neki, hogy így sikerült eddig mindent megszerveznünk. A Futamási futócsoport tagjai is nagyon sokat segítenek nekem a munkánkban. Közösségi futásokat is tartunk minden héten, kétszer szerdán és pénteken 6 órakor, úgyhogy mi mindig találkozunk és közös edzéseket végzünk. Szeretném megköszönni a mellettem, mögöttem álló, gyönyörű szépen kivilágított traktoroknak a kíséretet. Egy Mikulás busz is fog minket kísérni, van Mikulásunk is, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindenkinek köszönettel tartozom, aki segített ezt a rendezvényt gyakorlatilag lebonyolítani. A támogatók nélkül nem jöhetett volna létre ez a nemes célt szolgáló esemény. Fontos az összefogás, mert együtt nagy célokat lehet elérni. A Kopka Zrt. Egész évben segít, támogatja a helyi szervezeteket, egyesületeket, rendezvényeket, de egy karácsony közelettével nagyon fontosnak tartjuk, hogy segítsünk, összefogjunk még jobban az eddigieknél. Ezért is történt, hogy a Futamási Futóegyesülettel közösen létrehoztuk ezt a jótékonysági rendezvényt. Adományokat gyűjtünk, fogadunk, illetve forralt bort, teát, illetve kakaót lehet itt az asztalnál elfogadni, és gyűjtünk a három rászoruló szervezettel. A futás 17 óra 30-kor indult, és a jó cél érdekében futottak felnőttek, gyerekek és a kutyák együtt. Mikulás futás, vagyunk itt, ami nagyon jó. Lesznek koncertek este. Kutyusok is itt vannak, ugye jótékonysági futás a gyerekekért, illetve a kutyusokért, és a szociális otthonért, és szépen feldíszített traktorokkal kísérnek minket, és futunk egy nagyot majd. A rendezvény nagyon jól sikerült. Balesetmentesen ért mindenki célba. Az időjárás is szerencsésen alakult. Nem volt hiány a jó hangulatból, a műsorokból és a látványosságból.